Most pedig adásunk elején tekintsék meg rövid híreinket. Dr. Sóvágó László Hajdúszoboszló polgármestere, aki Kígyós József halála után 1994-től 2019-ig 25 évig irányította a várost, augusztus 14-én közösségi oldalán közzétett videójában jelentette be, hogy az idén már nem indul újra. A várható jelölteket az augusztus 24-én kezdődő kampányidőszakban fogjuk ismertetni. Az 50. Debreceni Virágkarnevál augusztus 14-től 21-ig tartó programsorozata szerda délután vette kezdetét a Boldogasszony Vándor kiállítás ünnepi megnyitójával a Kölcsei Központban Debrecenben, amit a csíksomjói szűzanyaket szobor köszöntésére hozott létre a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet. Boldogasszony Szűz Mária a magyar nemzet egységét szimbolizálja. 55 alkotó többek között festményeken keresztül fogalmazta meg azt, hogy mit jelent számukra a Nagy Boldogasszony alakja. A kiállítás megtekinthető a Kölcsei Központ Bényi Árpád termében egészen szeptember 11-ig. A megnyitóról jövő heti adásunkban bővebb összefoglalót láthatnak.